mert hogy első vendégem a mai napon itt a délelőtt Bentek Ulics Judit, a Bónum TV nemzetközi igazgatója, és akkor hát ha Judit többet tud a Caravaggio festményről. Szervusz, jó reggelt kívánok! Szia Kata, jó reggelt kívánok a kedves nézőknek, hát sokunk szívének kedves festő Caravaggio, Rómában több képe látható, több római templomban, többek között a Santa Maria del Popolo bazilikában található ez a bizonyos kép is, amely hát ugye barokk festőről lévén szó, a barokk festészet jellegzetes eszközeivel és képi világával jelenített meg ugye Caravaggio elsősorban bibliai jeleneteket, és tényleg nagyon hatásos, nagyon szuggesztív fényjátékkal, ez kedves a Szent Atya szívének, és nekünk is. Na hát akkor maradjunk egy kicsit a Vatikánnál, mert itt ugye az elmúlt időszakban ugye az élő közvetítések azok lecsökkentek, vagy hát az audienciát ugye nem is közvetítjük már abban a formában, ahogy mondjuk tavaly láthatták a nézők, de azért a Bónum magazinban most többször is, vagy több helyen is megtaláljuk például a fotódat, és itt a utolsó oldalak fele Flávio atyával egy ilyen jó kis mosolygós vidám képet láthatunk, ami azt hiszem, hogy a pünkösdi közvetítéskor készült. Így van, ez pünkösd vasárnap készült, amikor a pápai szentmisét közvetítettük Flávio atyával, és hát akik majd megnézik a képet, azok láthatják, hogy mi nagyon jól éreztük magunkat, és hát nagyon hálások vagyunk, hogy részt vehettünk benne. Vele kezdtük újra, próbáljuk újra építeni a vatikáni közvetítéseket. Flávio de Paula atya ugye a Szentszék Magyarországi Nagykövetségén dolgozik, és a nagykövetség titkára, tehát az új szentszéki nagykövettel fog majd dolgozni, ha megérkezik. És hát ő az a kapocs, aki hát köztünk és a Vatikán között áll. Nagyon hálásan köszönjük, hogy ez az együttműködés ez elindult, ez jelen pillanatban abban nyilvánul meg, hogy megnézzük, meghallgatjuk együtt, és kommentáljuk ugye az audiencia közvetítést. Igen, csak annyit mondanék, hogy ő nem álló kapocs, hanem mozog, és iszonyat lendülettel, mozog, és hát nagyon lelkesen jön. Segítségével állandóan mozog, és tényleg nagyon lelkes, ő hetente jön, tehát megnézzük, meghallgatjuk együtt az audienciát, beszélgetünk róla, és szombat este láthatják ezt a beszélgetést, és a katekézist a kedves nézők, úgyhogy ez az első nagy-nagy lépés, és tényleg hát Flávio atya maga olaszos lendületével ide mindig megérkezik szerda esténként, és felvesszük ezt a műsort, és tényleg egy olyan új lendületet hozott ő a vatikáni közvetítésekbe. Igen, én eddig csak egyszer találkoztam vele, még lent a liftből. Mi szálltunk ki, ő szállt be, mert hogy ennek azért esti időpontban van ennek a műsornak a felvétele, ugye a munkája miatt is, úgyhogy akkor köszöntünk neki, hogy nagy tisztelettel ő is beszállt a liftbe, tegnap pedig, amikor idejött, hát ilyen lendülettel érkezett meg, és akkor persze mindenki dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönt neki szépen, és akkor ránk szólt, hogy jaj, miért nem mondjátok azt egyszer, hogy hello, vagy hogy valamilyen igen, kicsit lazább formát. Igen, és ugyanez a lelkesedés, ez a hév tényleg, ami emberként is jellemzi, papként is, tehát ahogyan a Szent Atya tanításáról beszélt, tehát tényleg ugyanilyen lendülettel, lelkesedéssel, és ez tényleg csodálatos. Ő szokta mindig mondani, ugye, hogy hát ugye emberek vagyunk, és katolikusok vagyunk, és hogy mind a kettőt meg kell mutatni az embereknek, és ő meg is testesíti tényleg ezt az életszemléletet. Igen, de itt én látok azért összefüggéseket, én mindig a szalézi atyákkal, amikor beszélgetek, akkor, hogy ez a vidámság, ez a domboszkói hát lendület, szalézi, vagy életszemlélet, igen. És akkor itt most abszolút látjuk nála is megvalósulni, hiszen igen. Ő is szalézi szerzetes. Így van, hát a mai világban azért erre nagy szükség van tényleg, hogy és ugye Ferenc pápa is sokszor mondja ezt, hogy hát ezt az örömöt kellene az emberekben felébreszteni, és állandó jelleggel képviselni a mindennapokban is, amik sokszor szürkének tűnnek, vagy úgy gondoljuk, hogy na hát itt aztán nincs ok semmiféle örömködésre, de maga az, hogy keresztények vagyunk, hogy katolikusok vagyunk, hogy ugye az örömhírnek mi tudatában élünk, ez valóban ilyen lelkületet kellene, hogy eredményezzen bennünk, úgyhogy Flávio atya vezetésével erre törekszünk itt a Bónumban. Én örülök, hogy azért ez az öröm, vagy ez a fajta öröm, vagy vatikáni öröm, vagy a Szent Atyának az üzenete az így ilyen módon visszatért a képernyőre. Én mindig elmondtam, de szerintem te is tudod, hogy mennyire szerettem azokat a beszélgetéseket, amikor Ferenc pápa reggeli szentmiséjének a homiliájáról beszélgettünk. Én ezt azért meg is tartottam a lapszemlébe, hogyha csak
egy sort, vagy egy gondolatot, de azért tudjuk, hogy miről van szó, mert jó gondolatokat kaphatunk tőle. Igen, ezek ugye azok a szentmisék, amelyeket a Szent Márta ház kápolnájában hétköznapokon mutat be, amikor a napi evangéliumról a saját maga elmélkedik, tehát ezek nem megírt szövegek, nem ilyen protokoll szövegek, hanem tényleg amit ő gondol, fontosnak tart, azokat ott reggel elmondja, ezt később a sajtó hát megkapja, és terjeszthetjük a világban. Mi ezekről beszélgettünk, és ez nagyon valóban hiányzik, hogy ezekről értesüljünk, hiszen ezek alapján építi fel a vasárnapi úrangyalai imádságnak a tanítását, akár az audiencia tanítását is. Tehát hét során felmerülő gondolatokat itt szépen összegyűjt, és lehet látni, ahogyan építi fel a tanítását, és ezt jó látni. Beszélj egy kicsit a munkádról, vagy így a mindennapjaidról, mert akkor ez is visszajött úgymond az életedbe, vagy így a napi rutinba, hogy elolvasd, vagy meghallgasd mondjuk eredeti nyelven, eredeti hangon a Szentatya tanításait, de most egy új vatikáni műsor is bekúszott a Bonum TV programjába, a Vatikánó magazin. Ezt is ugye te fordítod, mi szinkronizáljuk. Miről szól ez, vagy itt mit láthatunk ebben? Hát ez nem titkolt vágyam és szívemnek nagyon kedves gondolat tényleg, hogy az embereket és a mindenkori pápát valahogyan közel hozzam egymáshoz, és azzal a elsősorban hát nyelvi tudással, amivel én rendelkezem, meg hát kulturális tudással is, ezt így átadjam, vagy tényleg tolmácsoljam. Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy tényleg a mindenkori pápát megismerni. A óriási dolog az, hogy a Bonum TV-ben őt láthatjuk, tehát nem csak olvashatjuk, vagy halljuk, hanem őt láthatjuk, és ő egy nagyon sugárzó személyiség, de természetesen minden pápának van olyan karizmája, ami szerintem látható. Így hát őt mutatjuk meg, egyrészt hát ezekben az audiencia, vagy hát katekézis közvetítésekben majd szombatesténként, illetve valóban a Vatikánó magazin az EVTN amerikai hálózatnak a műsora, tehát ők forgatják, ők gyártják ott Rómában, van egy római irodájuk, ahol mi is jártunk, és ahol ezt a műsort készítik, és a vatikáni heti eseményekről, ez egy heti rendszeres műsor, számolnak be, nagyszerű, tényleg képes riportokkal, tudósításokkal, tehát megint közel hozni az emberekhez, hogy mi is történik a Vatikánban, hiszen ez nem egy ilyen zárt, misztikus világ, nem tudom, lehet, hogy ez jobban eladható lenne manapság, de tényleg hát nem az, távol, hanem... Sokaktól azért távol van, hogyha távol mondjuk nem van, nézik pontosan, vagy rendszeresen a Bonum TV műsorát, vagy nem olvassák mondjuk a Vatikáni Rádión a szövegeket, akkor azért nincs feltétlenül úgy közel hozzánk. Igen, és jó dolog ebbe bepillantani. Tehát ez a Vatikánó magazin, ez heti rendszerességgel, jelenleg majd csütörtökönként, én úgy tudom, hogy délután 6 órakor lesz egyenlőre látható a Bonumon, a műsorújságban még azt hiszem nem szerepel, de ha megnézed, most akkor ellenőrzem. Szerintem nem szerepel még, de ezt ezen a héten is már láthatják, és akkor így bepillanthatunk, bekukucskálhatunk, hogy mi is történik a Vatikánban, tehát tényleg a Szentatya, illetve hát mindazok, akik ott élnek, és tényleg életvitelszerűen élnek, tehát... Az egy jó munka lehet, nem? Igen. És neked van mondjuk kedvenc része a Bonum TV-s munkádnak? Tegnap Csúcs Zoritól is, a technikai igazgatónktól megkérdeztem, mert hát ha van, azért te is sokféle dolgot csinálsz, fordítasz, akkor nem tudom, tartod a kapcsolatot a nemzetközi partnerekkel, a katolikus televíziósokkal, azért mindig van egy-egy érdekesség nálad is. Hát szerintem ez most látszott, hogy nekem a Vatikán a szívem csücske és az olasz közvetítések. De hát sárga-fehérbe öltöztél, hát a vatikáni zászló van rajtad. Teljesen véletlenül, tényleg nem direkt volt, de hát ebből is látszik, hogy belőlem ez így jön, tehát hogy én tényleg nagyon kedvelem, és nagyon érdekesnek tartom, és abszolút követendőnek, és tényleg én azt hiszem, hogy számomra ez a legfontosabb. Persze nagyon fontos, hogy
jól haladjanak a nemzetközi kapcsolatok. Nagyon fontos tényleg, hogy az EVTN nagy családjának a részesei lettünk, hogy itt Európában a körülöttünk lévő kis katolikus tévékkel is megfelelő kapcsolat legyen, és baráti kapcsolat, tényleg ez nagyon fontos. De hát nekem is a Róma, meg a Vatikán, ugye hát az a legfontosabb. Figyelj, Judit, le se tagadhatod, hogy nem direkt öltöztél, így senki jó, nem hiszi el neked, hogy nem direkt öltöztél a vatikáni színekbe. Nézzük meg akkor, hogy hogyan látod mondjuk a jövőnket, mert itt ugye most adománynapokat tartunk, amikor ugye kérjük a nézőket is, hogy amilyen módon csak tudják, támogassák a munkánkat. Te is azért itt az elmúlt időszakban láttál, vagy tapasztaltál előrelépéseket a nemzetközi téren is, vagy mondjuk Vatikán terén is. Igen, itt nagyon fontosnak tartom meg elmondani azt, hogy én alapvetőnek tartom tényleg egyensúlyban tartani azt, hogy Magyarországon, ahol tudunk, ott legyünk, a magyar eseményeket megmutassuk, és tényleg ezzel párhuzamosan lássuk, hogy mondjuk mi történik a Vatikánban, mi történik Európában, vagy mi történik a világban. Tehát én nem azért vagyok itt, hogy csak azt nyomjam, és hogy mindenkire ráerőltessem, hogy hát már pedig az a fontos, ami máshol történik, ez egyáltalán nem így van, tehát én legalább olyan fontosnak tartom a magyar eseményeket. Én pusztán elhelyezni szeretném hát Magyarországot és a magyar egyházat a világegyházban, a kereszténységben, a nagy családunkban, tehát hogy én harmóniára törekszem tényleg a külföldi helyirek, közvetítések és a magyar események között. És akkor, bocsánat, mi odafigyelünk ugye a körülöttünk lévő katolikus televíziókra, odafigyelünk az EVTN-re, odafigyelünk Vatikánra. Na de ránk figyelnek-e ők? Vagy hogy ez egy kölcsönös kapcsolat? Ők nézik-e például a Bónum TV műsorait, a Bónum TV fejlődését, a Bónum TV nehézségeit? Hogyne, és hát amikor évenként egyszer rendszeres jelleggel találkozunk is, akkor ezeket mindig meg is beszéljük, de tényleg azt mondhatom, hogy abszolút baráti kapcsolatban vagyunk egymással, tényleg szinte személyes, és hát ugyanazokkal a gondokkal, problémákkal küzdünk, nehézségekkel küzdünk, és ugyanazok a szépségei is vannak a munkánknak. Tehát tényleg ezek a találkozások mindig arról erősítenek meg minket, hogy hát nem csak nekünk kell megélni a mai világban, a mai körülmények között, hanem más televízióknak is. Ők is legnagyobb részt adományokból élnek, tehát a nézőket kell megszólítani, a nézői igények szerint kell a műsorokat kialakítani, rendezni, és hát hogy tényleg hogyan lehet megérinteni az emberek szívét azzal, hogy mi tényleg nagyon különleges munkát végzünk, tehát jó híreket szeretnénk megmutatni a mai világban, tehát nem csak az a hír, hogy valami rossz, vagy valami tragikus, vagy valami botrányos történik, hanem a jó dolgokat, a jó kezdeményezéseket, az értékeket szeretnénk átadni, és tényleg mindannyian ezek a televíziók, és mi is ezen dolgozunk, ez szerintem egy nagyon különleges dolog, és azért sokan érzik, hogy ez egy új perspektíva, ez egy más, ami nagyon hiányzik a magyar hát média piacról is, vagy hát a televíziós csatornák közül, és hát tényleg nagyon nagy kár lenne, hogyha ezt mi nem tudnánk folytatni. Tegnap este én is hazamentem, viszonylag elég későn, viszonylag fáradtan, és leültem vacsorázni, és közben én hát azért bekapcsolom a tévét, vagy úgy szeretek belenézni a hírekbe, és egyszerűen nem találtam olyan csatornát, ahol valami normális, tényleg nézhető nem volt. Mondjuk ez a 7-8 órás idősáv, ugye itt vagy a politikai műsorok, amikre most már tegnap nem volt kedvem, vagy hírek voltak, ahhoz se volt túl sok, és akkor úgy megálltam a Bónumon, és pont a no commentek mentek, és kis pandát láttam, meg a aranyos japán kutyusokat láttam, meg a könyvtár bósz, úgyhogy... Igen, tehát hogy ezeket így válogatjuk meg, és ez nagyon-nagyon kell a mai világban, és én is ugyanezt tapasztalom, tehát ha otthon vagyok, vagy éppen otthonról dolgozom, vagy nem tudom, házi munkát végzek, és én is így végigmegyek a televízió, akkor én is sokszor állok meg a Bónumon, és tényleg nem azért, mert ezt mi csináljuk, hanem mert egyszerűen közel áll. Hát egy kicsit azért is, de mi azért csináljuk, és azért vagyunk itt, mert közel áll a szívünkhöz ez a fajta televíziózás, úgyhogy aki úgy érzi, hogy hozzá is közel áll, akkor az tudna minket segíteni ebben, tényleg ez nehéz, tehát és hát még azt azért fontosnak tartom elmondani tényleg, hogy az, hogy nekünk ilyen nemzetközi kapcsolataink vannak,
ez nem anyagi forrást jelent, tehát hogy az együttműködés nem pénzbevételeket vagy pénzforrást jelent, tehát sem az EVTN részéről, sem a többi partnerek, katolikus televíziók részéről. Ezért egy ilyen megtartó védőhálónak mondjuk mondhatjuk? Hát inkább egy kapcsolati háló ez, tehát nyilvánvalóan egy csatorna indításához majd az EVTN Magyarország indítása, az egy bizonyos segítséget adnak, de hát ők is adományokból élnek, tehát ezt a Péter is ugye sokszor elmondta, és mi is, tehát hogy ezek a televíziók mind, a nagy EVTN is minden országban, ahol jelen van, a nézők adományaiból él, tehát nem ad reklámokat, nem a piacról finanszírozza a költségeket, hanem kizárólag arra törekszik, hogy olyan műsorokat sugározzon, ami a nézőknek tetszik, kedvére való, amit szeretnek, ez nagyon fontos, tehát szerethető televízió, de cserébe sajnos szükségünk van támogatásra, mert hát ilyen a világ, tehát hogy ebben nem vagyunk egyedül, és ez fontos, hogy ez egy család, ez egy kapcsolat, de hát meg kell élnünk. Köszönöm szépen, Judit, ezt a mai beszélgetést, és akkor jó vatikánozást kívánunk köszönöm neked a mai szépen, napra. Köszönöm szépen, és hálás vagyok, hogy ezt megtehetem. Köszönöm.